Nem büdös kuki? Nem, csapadék. Kóstold meg, hogy csapadéki vagy szennyvíz. Ja. Na. Nem, kérem csapadék. Még az a szerencse. Itt a patak. Folyik a patak, kuki? Na, jó van. Látom, mögött, látom is. Jó, jó. Jó munkát, kuki. Köszi. Jaj, gyerekek, ez a sió, Balaton. Jó napot kívánok, fiatalember! 22. kerület, Nagytétényi lakost keresek. Nagytétényi legnagyobb csicskáját keresem. Jó helyen járok, uram? Jó, jó. Jó van, rendben van. Hú, merne nekem egy vödör vizet? Igen. Köszönöm. Koki, mit csinálunk most? A sió vizébű betonozunk? Igen. Mi? Igen. És miért csináljuk minket, Koki? Nem tudom, bazdnak. Jó nagy csicskák vagyunk, igaz, Koki? Hát azok, bazdnak. Azok, úgy, ahogy mondom. Sokszor nem akarom elvinni neked, de... Gyerekek, jöjjek, hogy gyerekek, nem kaptunk vizet a építkezésen, és a főnök azt mondta, hogy itt a sió, merjetek a sióból. Koki, így kell ezt csinálni? Igen. Na. Megsajnáltalak, mert öreg vagy, odahordom. Amúgy én akartam merni a vizet, Kuki. Ne pazaltad, drága a víz, bazd meg. Cseréltünk. Mi? Nem? Ja, és ma jöhetsz, ma az utolsó. Tényleg? Esküszöm. Na, hála Istennek. Akkor pakulásod. Pakulja. Mindenkire pedig vagy. Kérjél tőle. Most túlóra azunk, igaz, Kuki? Mennyi az idő? 5:40. Jó, nem baj, baszok rá, én hónap nem jövök. Megyek parkamba. Mi van? Elég hamar végeztünk. Hamar, ugye? Megsajnáltam a kukit, mert belásik itt a stanc, így törje a faját. Fú, geci. Nekem aztán van főnököm, geci. Jaj. Szóltam, ha jön. Lehet jönni? Igen, hát, köszi. Ebből még van? Kis adag? Tudom, ma megint kínai, de nem gyerekek, ma nem voltam ma itten több mint egy hete. Gyerekek, ez kurva a só, nem az én napom. Túlórázni köllött, főnökre várni köllött, fizetés volt. És a lényeg, geci, meg sem merem mutatni. Fú, nagyon kőbaszódtam, geci. Mondom, ez nem az én napom.
leértem magamat a kínaiba. Nézzétek meg, pont a tökömnél. Úgyhogy most rohanok be a kampónába, a WC-re. Most megpróbálom kidörzsülni meleg vízzel, vagy én nem tudom. Na, próbáljuk izé helyrehozni a stílusokat, gyerekek. Sikerült. Mondjuk most úgy néz ki, mint hogyha behugyoztam volna, de kijött a font, gyerekek. Így kell ezt csinálni. Na. Gyerekek, tegnap láttam egy videót TikTokon, ahol egy fickó házi hamburgert csinált, készített. Úgyhogy megvette a darat, húst, meg a sajtot, meg a zsemlét külön. És gyerekek, ezt a Hellmann's cheddar szószt rakta rá, és azt mondta, hogy az egész két hamburger csinált, szóval vett két zsemlét, rábasztott egy-egy szelet sajtot, felaprított egy hagymát, meg mondom, csinált húst hozzá, no mindegy. De azt mondta, hogy 1200 forintból megoldotta, hát nem tudom, hogy az anyja picsajabb, amikor ez gyerekek, csak majdnem ez 900 valahol forinte. De kipróbálom. Nem tudom, mi ez amúgy, csak jó lesz, de mondom, ez a kis szar 1000 forint majdnem. Na, megyünk haza, hónap meg irány, Párkány. A faszomat erő, meg megfeledkeztem majdnem. Ma megint vettem egy csomó minden, gyerekek. Megint nem bírtam leállni. De ahhoz képest nem is olyan rossz. Hát remélem ez a matróz pálinka 33%-os. Csak jó lesz. Nem ihatok, gyerekek, alkoholt, mert megyek a rendőrségre. Van ügyem.
Szlovenszka Republika, gyerekek, megérkeztem Parkamba, megyek a rendőrségre, átveszem a jegyzőkönyvet, ami egy fontos dolog, aztán elmegyek, veszek Elfbar, gyerekek, mert ma a kurva alsó hiányzik nekem az Elfbar, most szét fogom Elfbarozni az agyamat, gyerekek. Na, levél átvéve, Elfbar megvéve, mangós gyerekek. Na, nem sokkal szívom is. Bemegyünk a törzshelyre, gyerekek, megiszunk egy csöröcskét, és majd itt szívunk Elfbart. Na, hát ez van, na. Most kóstolom meg. Mindjárt megmondom. Tényleg? Időközben átalakultam, srácok. Így-e. Stílusok uralkodnak. Támad a rapper, a gangster rapper, nepper, pepper. Gyerekek, nem tudjátok, hogy ilyenkor mit csinálok, igaz? Csak úgy videózom a játszótereket, úgy unalombú. Na. Akkor veszél újat. Úgy se engedik meg a rendőrök, hogy kamerázd őköt. Nem a rendőrök. Nem a rendőrököt kamerázom, én a Lacit. Mi adtuk be a feleségemmel a kislánynak a mitudáját, a nevelési jogot. Gyerekek, itt vagyok, eljöttem a lányomat megnézni. Edina szeptember óta nem engedi látni a kislány, gyerekek. Bocsi! Mit ne állj, ne bocsítsa! Mert ő azt mondja, hogy őnek is jobb anyagi helyzetük. Nem anyagi helyzet, nem anyagi helyzet. Ilyen anyagi helyzetük volna, hogy nekünk elé mennének a vonatnak. Nem ezt mondtam. Köszönöm, ott van minden leírva. A gyámügyinek is le van írva minden. Gyámügyinek is örülök neki, majd még tudok valamit, úgyhogy nyugodtan legyek. Mert ő nekik azt mondják, hogy most hiába őnekik több bevételük van, mint a lányomnak. Tehát a lányomnak csak anyasságia van, egy anya mit kaphat? Csak anyasági. Örülök neki. Nem? Igen? Jaj, te! Ezen a címen tartózkodik. Nem, ez a trövalt. Nem. Be vagy jelentve? Te be vagy jelentve? Én be vagyok, a munkaszalon be vagyok. Ez a önnek a trövalt. Most már senki nincsen, mint az ellen adtuk be, mert a anya elhatta a gyereket. Eredetileg az édesanyja elhatta a gyereket. Nem hagyta el a gyereket, hanem... De elhagytad, lesóztad a barátnőtné. De az nem elhagyás, hanem dolgoztam, hogy el tudjam dolgozni a gyereket. De napokra hagytad ott. Csönd, nem napokra köszönöm, csönd. Ott a papír. Ott a papír, ott a papír. Jó, bírósági jegyzőkönyvet van. A Edina folyamatosan dolgozott. Te ott se voltál, köszönöm. Az egy dolog. Hát. De ott leszek. De hisz ő neki, mert a lányok. Csönd. Én is. Az egy dolog. Vagy én itt a kucsi, megyek, beintézkedjük. Nem változtál semmit. Nagyon jó.
miért nem lehet? Biztos? Hát ez most már bia lesz, gyerekek. No. No miért? Mutasd meg. Én mi takarodja? Közterületen vagyok, bazd meg, mi az, fenyegetsz? Itt állok a yardon, bazd meg, azt te meg itt kiabalsz velem, mi az, bolond vagy? Hát aztán, gyerekek. Jó napot, egy kiló diabolszkal kérnék. Köszönöm. Srácok, egy kiló diabolszkal salata. Ezt ajánlom mindenkinek, a Szlovákiába jön, próbáljátok ki. Nagyon finom és nagyon csíp. Ja. Na gyerekek, örülök neki, hogy jó tulajdonosa van az autómnak, vigyázz rá. Majd visszaveszem tőled, barátom, mit szólsz, egy 5000 euróért visszaveszem. Na, gyerekek, itt ülök az eladott autómba, itt ülök a Octimba, a régi Octi gyerekek, stílusok uralkodnak. Mi a helyzet, barátom, minden rendben vele? Ugyehogy minden. Na, gyerekek, eljöttem parkambhoz, beültem az autómba. Passa.
a gyerekek, itt vagyok a esztergomi bazilika mellett, vagyis alatt, kinek hogy. Itt néz ki gyerekek, ott van parkan gyerekek, itt néz ki, nézzétek meg milyen szép, ott a híd. Na, hát lényegében ennyi srácok, most elmegyünk a McDonald'sba, tartsatok velem. Gyerekek, eljöttem a McDonald'sba, ismét eljöttem, eszek valami finomat, tartsatok velem! No, akkor gyerekek, tisztaltunk valamit. Múltkori McDonald's-os videómhoz páran odaírtatok, hogy műkaja, meg szartesző, meg anyom picsolja. Minektek a műkaja, ezen basszoltok meg. A mineket ezen a műanyage? A McDonald's-os kajon mi a műanyag? Műanyaga tudod mi a izém? Az óram. Az műanyag az óram gyerekek, meg a izé. Meg a kottongumi. No, az műanyag. De nem a McDonald's-os hamburger. Na. Na. Nyaljatok el velem egy fagyit, vagy rágjatok meg, nekem mindegy. Akinek van foga, az rágja. Akinek nincs, az meg nyalogassa, vagy szopogassa. Gyerekek, itt vagyok a koffeinba, eljöttem egy kávéra gyerekek, hát igen, mink gazdagok így élünk, na, így kell csinálni gyerekek.
A gyerekek, nagyon finom volt a jókai bablevás. Még ezt bebaszom, gyerekek, hát bízok benne, hogy elég lesz, hát csak elég lesz, nem? A gyerekek, így kő ezt csinálni. Ennyi lett volna a mai videó. Köszönök. Elbasztam újra. Na gyerekek, ennyi lett volna a mai videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt is. Hasonlatok, így zajlik a hétvége nálam. Kaparson Sanyikán a gyerekek. Most én lassan útnak indulok. Hónap hétfő, van a melóka, a szopóka, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, jó egészséget mindenkinek, sziasztok!